Üdvözlöm a kedves nézőket, évértékelés. Kis Benedek József katonai szakértővel, aki katonai atasé is volt, napjainkban egyetemi tanár, általában a békéről próbál beszélni, velem sokat vitatkozik Mogherini asszonynak a szerepéről, de most 30 percen keresztül a Közel-Keletről, illetve a világ eseményeiről fogunk beszélni, évet értékelünk. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hogy szólítsuk, tanár úrnak, katonai atasénak? Nekem teljesen mindegy, maradjunk az egyszerű tanár úrnál. Jó, más is szólíthatja magát tanár úrnak, de mi nem a heti terrorról fogunk beszélni, ha bár a heti televízióban vagyunk. Ennek nagyon örülök. Hanem arról, hogy ez alatt az év alatt mi is történt. Mondjuk azt, hogy rájöttünk arra, hogy az arab tavasz az inkább arab mocsár volt, mint tavasz, és miért pont tavasszal történnek, ha bár a prágai tavasz, mindig, ami történt valami fontos, az tavasszal, lehet, hogy az arabok is ezért szerették ezt el. Mi történik az arab világban, és mielőtt nézőinkbe fölmerülne az a kérdés, hogy vajon miért a Közel-Keletről beszélünk, hisz napjaink migráns problémája is a Közel-Keletről, na meg még valahonnét ered. Akkor kezdjünk neki, hogy mi is történt fontos. Hát minden a Közel-Keleten történik, és ott mindennel összefügg, azt szoktam mondani, vagy ha nem függ össze, akkor valószínűleg mi nem látjuk az összefüggéseket. Hát nem sok biztató történt ebben az évben a térségben. Hát biztató dolog azért történt a Közel-Keleten, Betlehemben megszületett Máriának és az Ácsnak a fia. Hát néhány évvel ezelőtt igen, de én erre évre gondoltam, ebben az évben nem hallottam volna nagyon sok biztatót. Egyébként maga a szó az, hogy arab tavasz, az nem a Közel-Kelet specialitása, nem is ők használják, hanem Európában használják ezt a kifejezést. A másik dolog pedig az, hogy ők inkább vagy változásokat, vagy azt mondják, hogy az arab forradalmak, persze azon lehet vitatkozni, hogy ez miért forradalom, hol forradalom és hol nem forradalom. Iszonyatos nagy különbség van az egyes történések között, és nem tudom azt mondani, hogy most mindenütt rossz történt, mert azért jó néhány helyen fordult elő olyan, amiből azt lehet látni, hogy néhány embert elkergettek, néhány vezetés jól kezelte általában monarchiák esetében azt a problémát, ami a pestiszerűen terjedt egyik országról a másikra. Mondjuk itt ki szeretném hangsúlyozni Marokkót, ahol hát a királyt egyrészt nagyon szeretik, másrészt pedig ő intézkedett, hogy amikor mentek volna az emberek ki az utcára tüntetni, akkor egy kicsit segítette az embereket, azaz különböző juttatásokat adtak, amiből az következett, hogy nem lesz ott különösen nagy probléma. De ha odébb megyünk egy kicsit keletebbre, akkor azt tudjuk mondani, hogy Algériában sem volt olyan nagy probléma, bár mondjuk nem egy kifejezetten arab demokratikus rendszer kategóriába tartozik, de azért Algériánál látni kell, hogy nagyon jól működő ember, igen, nagyon jól működő ország. És azt is lehet látni, hogy ő küzdött a terrorizmussal komolyan, és visszaszorították a terrorizmus. Jó, mondjuk közel félmilliós hadserege van Algériának, tehát ebből a szempontból egy erős ország. Vagy igen, menjünk Jordániába, ahol szintén intézkedéseket hozott a király, szintén népszerű a király, és annak ellenére, hogy iszonyatos nyomásnak van kitéve az ország. Volt és van most is. Túlélték ezt az egész dolgot, és ott nem történt különösebb probléma, pedig tudjuk azt, hogy mennyi menekült ment Jordániába, tudjuk azt, hogy gazdaságilag is voltak és vannak problémáik, és hát őket is rendkívül érdekli az, hogy mi lesz az északi szomszédjukkal. De attól függetlenül ott sem történt. Hát aztán arra már nem térek ki, hogy a öböl menti országokban, ahol azért jó nagy anyagi problémák nincsenek, ott rettenetes nagy nyoma nem volt ezeknek az arab változásoknak. Tehát ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy vannak országok, ahol viszonylag normálisan zajlott le, vagy történtek változások, és vannak olyan országok, ahol sajnos a teljes mocsárba süllyedt. Vegyük sorba, Irán ellen például beszüntették az embargókat. Irán akkor most jó úton halad? Hát, hogy jó úton halad, de azt majd később fogjuk megállapítani, azt lehet látni, hogy ez az atomprogram, ez pillanatnyilag le van fogva, meg van fogva a megállapodással.
Ezt elég világosan alátámasztja az, hogy az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azt mondta, hogy Iránnal kapcsolatban nem tudnak kifogást emelni, holott voltak ellenőrizni, szabadon mehettek bárhová. És hát ugye a mai technológiában azért meg lehet állapítani egy egyszerű kis mintavétellel, hogy történt-e valami olyan, aminek nem szabad volna szabad vagy sem. Tehát ezt betartotta. A másik dolog, ami Iránnal probléma, az az, hogy ugye a szankciókat megszüntették, rengeteg mindent tud most már behozni az országba, és ezeket elsősorban saját katonai erejének fejlesztésére fordította, és fordítja jelenleg is. Na most az iráni vezetés mindig azt hangsúlyozza, hogy mi az arab országokhoz képest egy olyan ország vagyunk, akit nem más lát el fegyverrel. Mi nem kapunk pénzt arra, hogy a hadseregünket fejlesszük. Mi ezt saját magunknak izzadjuk ki, gyakran a technológiát is. Már majdnem úgy hallatszik, mint Észak-Korea. Hát igen, igen, de végül is mondjuk ez Irán esetében igaz, de hát azt is látni kell, hogy azért nem egy kis országról van szó ebben az esetben, és az is igaz, hogy komolyan fejlesztették a haderőt, különös tekintettel, ha megnézzük a haditengerészetet, itt a Perzsöl-bőrre gondolok, hogy képes legyenek, ha szükséges lezárni, nem fog sikerülni, mert egy-két napon túl nem lehet ezeket tartani. És hát ami most a világot úgy zavarja, ez a rakétafegyverek problematikája, hát új rakétákat fejlesztenek, egyes híres szerint kapcsolatban vannak ezen a területen is Észak-Koreával. Ami azt jelenti, hogy ez komoly veszélyforrása lehet. Ugyanakkor, amit a Trump elnök elkezdett, hogy ezt az atommegállapodást, amit 2015 nyarán kötöttek, fölül kellene vizsgálni, hát ezt azért rendkívül sokan oponálják, és ebből a szempontból azért Trump egy-két melléfogást már csinált. Tudnék, nem az Amerikai Egyesült Államok és Irán között sok egy-kettőt, meg még jó néhányat ezen kívül. Az egyezményt azt nem Irán és az Egyesült Államok között kötötték, hanem ezen kívül még benne volt öt másik. Tehát nyilván azoknak a hozzáadása is szükséges az, hogyha bármilyen felülvizsgálatról van szó, de mondjuk az Európai Unió részéről Mogherini asszony nagyon világosan kijelentette, hogy ez nem téma. Azt az egyezményt, amit mi iszonyatos hosszú ideig komoly tárgyalásokon vívtunk ki és írtuk alá, azt azért nem kellene csak úgy sútba dobni. És én úgy gondolom, hogy ez nem csak a Közel-Kelet biztonsága szempontjából lényeges, hanem az egész világ, vagy legalábbis ettől jóval szélesebb területet kell alapulni. Úgy látszik, hogy Mogherini biztos asszony és az amerikai elnök nem a legjobb barátok akkor ezek szerint. Hát nem felhőtlen a viszony, azt azért látni kell, és nem is kell nagyon messzire menni, hogyha az évet értékeljük, ugye Jeruzsálem kapcsolatban elég világosan kifejezte az Európai Unió vezetése, és benne volt az összes többi ország. De azért közös közlemény végül is mégsem született. Közös közlemény nem született, de... Mogherini asszony, mint biztos saját nevébe adta ki. Igen, hát ő kiadhatja a saját nevébe, de egyetlen egy ország sem támogatta. Tehát mármint őt támogatták, de mindenki elismerte a saját vonalán. Hogy az Európai Unió közös nyilatkozatot nem adott, azon mondjuk nem vagyok túlzottan meglepve, mert akkor csodálkoztam volna, ha lett volna ilyen. És ezen kívül ugye, hát ez egy nagy pofon volt a Trumpnak. Hát Trumpnak azért voltak még egyéb dolgai is itt a klímakonferenciával kapcsolatban. Tehát itt olyan intézkedéseket hozott, amelyeket a világ jövője szempontjából nem mindegy. Na de hát egy 70 éves embernél más a helyzet. Na de hát a Közel-Keleten elkövetett fáslákat, rossz döntéseket, azt nem ő kezdte, azt már az előző amerikai elnök is kivonult tulajdonképpen a Közel-Keletről. Tulajdonképpen ez így igaz. Mondjuk egyik elnök sem végezte a sorsát azzal, hogy rettenetes nagy eredményt ért volna el. Itt én elsősorban a béke folyamatra gondolok. Trump egy kicsit ezt megváltoztatta, megkeményítette, tett egy-két olyan szokatlan lépést, amit nem biztos, hogyha több emberrel megtárgyalt volna, meg kellett volna tenni, de ettől függetlenül értelmes javaslat, hogy most mi a megoldás, hol van az előre, nem született az Egyesült Államok részéről. Kérdezem én, hogy egyáltalán napjainkban nem úgy tűnik, hogy a Közel-Kelet problémája az izraeli-palesztin probléma lenne, egész más problémák. Nézőpont kérdése.
Egyébként teljesen más problémák vannak, de ha megkérdezzük az arab országokat, és hallottam most olyan, hogy jó pár országnak a véleményét, hát nemzetközi szervezet is, mert az Arab Liga és meg az Iszlám Államok konferenciája képviselője, vagy főtitkára is felszólalt, meg az ENSZ, mind azt mondta, hogy meg kell oldani az izraeli-palesztin problémát, mint alapot, és ezt már többen mondják is régebbtől, és utána lehet tovább menni. Én sem vagyok meggyőződve, hogy ez az első. Vannak még itt egyéb kérdések, itt mondjuk elsősorban olyan helyeken kellene intézkedni, de nagyon gyorsan, ahol ölik egymást az emberek. Tehát a háborút kell leállítani. De hogy térjünk vissza például a víz problémájára, tehát az éghajlat és minden, amit Trump azt mondta, hogy na, ebbe ő nem vesz részt. Hát tulajdonképpen az arab-izraeli konfliktus az egyik fő problémája az a víz kérdése. Az is benne van, a vízmegosztás kérdése, de pont izraeli anyagban olvastam nem is egybe, amelyek azt mondják, hogy a víz miatt háború nem volt eddig sohasem, és nem valószínű, hogy lesz a jövőben sem. Miért? Azért, mert sokkal többe kerül a háború, mint az ivóvíz előállítása. Tehát most már tengerbészből azért annyi vizet csinálnak, amit akarnak. Tudom, hogy nem olcsó, $1.5 per liter, de mondjuk ez sokkal kevesebb, mint fegyverek kifejlesztés, és ezért embereket megölni. Tehát ennek sok értelme nincs. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a víz élet-halál kérdése. Hát igen, hogyha nem tudok inni valami vizet, akkor vannak problémák, de... És gyorsan belehörpint a mi igazi jó magyar ásványvízünkbe. Mégis nem beszéltünk arról a konfliktusról, ami az iszlámon belül van. Szunniták. Hát az iszlámon belül meglehetősen sok konfliktus van, és megnézzük a korábbi éveket, azért ez nem volt. Ezt kihozták a háborúk. Tehát egy síta, szunita ellentét, ez most sokkal nagyobb, mint néhány évvel ezelőtt, és hát elég veszélyes irányba halad, elsősorban azon országok esetében, ahol egyébként is válság van. Hát vagy megoldatlan probléma. Ha megnézzük például Irak esetében, ugye, hát ott a síta-szunita ellentét kiéleződött. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a iraki háborút azt nem az Egyesült Államok nyerte, hanem Irán, gyakorlatilag Iránhoz köthető vezetés van jelenleg Irakban. Az azt jelenti, hogy a szunitákat nyomják el. Na most a szuniták is próbálkoznak szervezkedni, szuniták is próbálkoznak saját hadsereget létrehozni, ami katasztrófa, és hát ott vannak még a kurdok is, és gyakorlatilag hát bizony a vallási ellentétek átmentek egy egész. Mit szól mindehhez Szaúd-Arábia? Szaúd-Arábiának a helyzete azért jó, mert mondjuk anyagi problémái nincsenek, tehát ő a pénz az nem próbálja túlélni a dolgokat, de azzal, hogy egy új vezető került az ország élére, ő megdöbbentő dolgokat mondott, hogyha az ember megnézi a vahabizmust, és megnézi az, hogy Szaúd-Arábiában mi volt korábban a gyakorlat. Nem azt mondta, hogy holnap szüntetem meg, de hát azt jelentette egyértelműen, hogy Szaúd-Arábia egy gazdag ország, tehát Szaúd-Arábiának ezt valahol kamatoztatnia kell, és hát a világ fejlett országai között kell lennie. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit mondott, és én nagyon fontosnak tartom, hogy az új vezetés harcol a szélsőségek ellen. Na most ezt nem nagyon lehetett korábban hallani Szaúd-Arábiában. Az más kérdés, hogy Iránnal milyen a viszony, hát tudjuk. Ez annyit jelent, hogy a nők vezethetnek, hamarosan nyílnak a plázamozik. Hát lesz egy-két olyan dolog, ami eddig nem volt Szaúd-Arábiában. Attól függetlenül még nem lehet azt mondani, hogy demokrácia azért szempontjából, a vagy a kövéhez nem nők szabadság jogai szempontjából nagyon messze van, hogy ezeket biztosítanák és megadnák. De hát mondjuk ezt nem is lehet elvárni rövid időn belül, mert elég sokan ellenzik. Tehát óvatosan vezetik be ezeket az intézkedéseket, de meggyőződésem, hogy 2018-ban, illetve az elkövetkezendő években ezen a területen is Szaúd-Arábia előbbre fog lépni. Az más kérdés, hogy a síta vonallal nagyon kemény az ellentét, és ezt látjuk Jemenbe. Látjuk azt, hogy ugye az irániak szokták hangoztatni, hogy mi senkit nem támadunk meg. Hát már második rakéta indult el Jemenből Szaúd-Arábia irányába, Riad irányába, és a második rakéta rossz nyelvek szerint arról szólt, hogy ott a vezetés, a szaudi vezetés a főváros közelébe valami palotába hatalmas nagy összejövetelt tartott, és ez lett volna a cél. Én számomra katonaként rendkívül pozitív az, hogy ezt a rakétát kifogták. Tehát ezt Patriot rakétákkal megsemmisítették, sikertelen volt.
Nem a vaskupolával, a vaskupola az még tudomásom szerint nincs Szaúd-Arábiában, de kifogták a rakétát, patriotásra lehet ezt lőni, és bizonyították azt, hogy igenis ezeket a rakétákat meg lehet állítani. Aztán ki tudja, hogy még mennyire fog sor kerülni, vagy milyen fejletek ezek iráni eredetű rakéták, és a hutik lőtték ki Jemen területéről, de mindenképpen pozitív haditechnikai szempontból az, hogy kifogták őket, tehát nem tudott becsapódni, és nem tudott kárt csinálni. Ami nagy dolog, mert egy rakétát egy másik rakétával eltalálni, vagy legalábbis ugye nem feltétlen kell eltalálni, a közelébe robbanjon fel, tehát megsemmisíteni, ez azért nem egy egyszerű. Persze annak dolog. A hulladéka is az ember fejére esik, azt. Hát egy darab vas az ember fejére esik, azt nyilván nem egy kellemes dolog, de még mindig kellemesebb, mint hogyha néhány tonna robbanóanyag robban valahol, ahol éppen emberek tartózkodnak. A legutóbbi szíriai háborúban többször beszámoltak a hírügynökségek egybehangzó jelentéseikben arról, hogy piszkos fegyvereket is használtak. Hát ez a 21. században újból visszatér? Ez elég, a vegyi fegyverekre gondolunk ilyenkor, ugye, mert a piszkos bomba az egy más téma. Tehát amikor két komponens úgynevezett bináris lőszert használnak föl, tehát két különböző anyag közé tesznek robbanóanyagot, és kettőt vegyítik, de itt vegyi fegyverekről van szó. Hát az előzőt nekem... azt inkább terroristák használják, hogy nagyon több áldozatot okozzanak. Hál' Istennek egyre kevesebbet, mert nem nagyon tudnak el, ez technológia kell, tehát nem olyan könnyű ezt egy terrorszervezetnek úgy előállítani egy magánkis laboratóriumban, vagy én nem tudom hol. Itt a probléma az, hogy... Ezt láttuk a New York-i robbantásnál, hogy két balkezesek a terroristák. Így van. Azt a magányos láttuk, terroristák, akik a legveszélyesebbek. Azt láttuk korábban, hogy ugye Iraknak is régen, és Szíriának is voltak vegyi fegyverei. Most ugye arról szólt a fáma, hogy ezeket a vegyi fegyvereket elszállították és megsemmisítették. Kérdés, akkor most hogyan alkalmazzák mondjuk az elmúlt egy-két évben? Hogyan kerültek oda? Újakat tehát gyártottak. Nyilván vannak, vagy valahonnan odavitték, vagy újakat gyártanak, de mindenképpen használják ezeket az eszközöket, amit mondjuk nemzetközi megállapodások tiltanak, de tulajdonképpen most akkor hol veszik komolyan a nemzetközi megállapodást egy ilyen háború esetén, mint ami jelenleg Szíriában van. Tehát talán sehol. Ezeket mindenképpen le kellene állítani, és meg kellene szüntetni. Hát remélem, hogy a rendezés során hát de milyen beszüntetésről beszél a szakértő úr? Irán megnyitotta a folyosóját egészen Libanonig. Az új fölparcellázott határok erre lehetőséget adnak, csak a zsidó állam feje fáj ettől. Én úgy gondolom, hogy ezt akkor lehetne megoldani, hogyha létrejönne valami megállapodás. Tehát most nem különböző kis frakciók között, hanem egy színrendezés. És abban a színrendezésben én egészen biztos vagyok, hogy bele fogják venni a vegyi fegyverek gyártásának betiltását. Na most azzal, hogy betiltják a gyártást, azzal egyben ellenőrzést is biztosítani kell, mert ellenőrzés nélkül ez nem működik. Na és akkor Teheránból az irániak nem fognak tudni? Ezt nem tudom garantálni, tehát ez mondjuk elképzelhető, hogy onnan kerül oda vegyi fegyver. Ha kerül, akkor viszont hát nyilván ki kell deríteni, hogy ki és onnan. És mint ugye a tudósítások arra számolnak, hogy az izraeli légierő Libanon fölött megsemmisítő akciót hajtott végre, ahol fegyver, rakéta összeszerelő üzemeket vagy fegyvereket szállító konvojt semmisített meg, tehát védekeztek. De mi ennek a vége? Abban a pillanatban, hogyha például Szíriában a Golán fennsík, illetve ellenőrizhetetlenné válik, egy magas pontról egész Izrael szitává lehet lőni. Az teljesen egyértelmű, tehát a Golán fennsík státuszának rendezése az egy nagyon fontos kérdés. De sokáig azt hittük, hogy Jeruzsálem is sérhetetlen. Ma már ön is arról beszél, hogy két állam, két főváros Jeruzsálem, és elődeink azt hitték, hogy az 1967-es Jeruzsálem felszabadítása, újraegyesítése, az forever, és anektálták Jeruzsálemet. Ma viszont már régen nem erről van szó. Tehát akkor, amikor a Golán fennsíkról magyar köztársasági elnök vagy magyar külügyminiszter is megállapította, hogy onnét bizony Izrael védhetetlen, hogyha az idegen kezekben van.
Ez teljesen egyértelmű, ez nem kell magyar miniszterelnök vagy magyar államfő, ezt az izraeli katonai vezetés pontosan tudja, és már nagyon régóta mondják ezt. Hát, ha valaki egyszer fölmegy a Golán felsőkre és szétnéz, akkor nem kell hozzá nagy katonai szakembernek, hát meg a picsai, elég gyorsan, elég gyorsan adott útvonalakon föl lehet jutni. Na most azokat az adott útvonalakat le kell zárni, erről azért az izraeli hadsereg gondoskodik, plusz a légtérvédelem. Nézzük meg, hogy ezek a közel-keleti feszültségek milyen belpolitikai problémákat okozhatnak ezekben az országban. Itt van például Kadhafi országa, ahol megpróbáltak európai vagy amerikai demokráciát importálni a lakosoknak, és úgy látszik, hogy ezeknek ez nem jött be. Hát ami Líbiát illeti, iszonyatos nagy kérdőjel, nem lehet tudni, hogy mi várható, hogyan megegyeznek. A vezetőt? A Kadhafit? Az én véleményem szerint nem kellett volna meggyilkolni. Tehát ugyanúgy a Saddam Hussein esetében is lehetett, nem mondom azt, hogy most ezek aranyos emberek voltak, de azért lehetett volna egy más módszert is választani, mint két esetben. Esetleg megkérdezni a ottani... A népet. Nem csak a népet, hanem a hatóságokat is. Hát ugye Líbia esetében tudjuk, hogy az egyik nagy, jelenleg az Európai Unióból kilépő ország katonái fedezték fel, hogy merre tart, és akkor ők azt jelezték a felkelők számára, majd innen a területről azonnal eltűntek, és a felkelők intézték el, vagy mondhatnám azt, végezték el a piszkos munkát. Mondjuk ez jogilag is, erkölcsileg is vitatható. Lehet, hogy más kellett volna csinálni, és azt lehet, hogy nem lenne annyi menekült Európában. Azt tudja, hogy Kadhafi diktátor volt, de népének volt mit enni, nem volt, felszámolta az analfabetizmust. Egy vitatható személy volt, de... Ezt én nem vitatom. Libanon, vagy Líbia az egy működő állam volt. Gazdaságilag jó helyzetben volt, hála az olajnak. És ugye az ottani olaj az kiváló minőségű, tehát ott olaj sok még ma is van, de az ország állapota nem jó. Az országapata nem jó, de ha rendbe tennék, akkor az olajból Líbia vastagon meg tudna élni, sőt, tudna fegyverkezni is, tudna országot is építeni, de hát most egyelőre arról van szó, hogy a különböző törzsek vitatkoznak egymással, és még mindig vannak olyan törzsek, ahogy ne lennének, hiszen a Kadhafi legnagyobb törzsnek volt a vezetője, akik az ellen vannak, hogy ott valami változás, valami fejlődés legyen, és gyakorlatilag az ország nem csak kettő, hanem több részt szakadásáról beszélhetünk. Plusz, ahol ugye vákum van, oda beteszi a lábát az iszlám állam. Na most annak is van ott képviselete. Lehet, hogy még esetleg a szíriai iszlám állam maradéka, az egyik része itt fogja megvetni a lábát, és főhadiszállást fognak kiépíteni. Mert ugye azon nem vitatkozunk, hogy amikor itt nálunk is azt mondják, hogy szétvertük az iszlám államot, az iszlám államot nem vertük szét. A kalifátus semmisítették meg, most a kettő között lényeges a különbség, nálunk ezt következetesen keverik. Az iszlám állam az egy ideológia is egyben, aminek a kiirtása az nem egyik persze a másik. Embereket ne akarjunk kiirtani. Ellentmondások idejét éljük, hisz a közel-keletről beszéltünk az elmúlt percekben, ahonnét nagyon sokan a háború elől menekülnek, viszont igazából mire ezek a menekülők eljutnak Európába, addigra már mindenféle migránsokká válnak. Természetesen Magyarország is a genfi egyezmények szerint befogadná, ha valaki tényleg a háború elől menekülne. Érdekes, hogy jut el idáig. Mégis a harmadik világból is jönnek. Ugye a múltkor beszélgettünk róla, sőt sokszor beszélgettünk, hogy Libanonban közel 3 millió menekült van. Jordániában már meghaladta az 5 milliót. Egyiptomban már régen túl vannak a 15 millión. Igen. És akkor nem beszéltünk arról, hogy Törökországban hány menekültet már letelepítettek, ott is biztos vannak vagy 10 millión. És ez csak a közel-keletről, nem beszéltünk a harmadik világról. Nem beszéltünk, hány menekült van Izraelben és még sok-sok országban. Igen, hát ez tény. A tény, hogy ezek folyamatosan jönnek a világ különböző részéből,
és hát vannak olyan válságövezetek, mondjuk Bangladesh, ahol azért nem olyan és nagyon... És ők tényleg elhiszik, hogy Európa kerítései azok kolbászból vannak? Vagy valaki ezt elhiteti velük? Valaki elhiteti velük, és azt hiszik, hogy keressünk valami jó helyet. Tehát, hogyha képzeljük el valakit, aki olyan körülmények között él, ahol az életfeltételek nincsenek biztosítva. Elsősorban Afrikai nem nagyon afrikai országokra gondolok. Na most akik onnan elmennek, azok azt mondják, hogy menjünk el, próbáljuk szerencsét, mert azt mondják, hogy itt Európában sokkal jobban meg lehet élni, kapunk segít, jobb a klíma, normális ellátásban menjünk. Na most ez elterjed, mint a pestis járvány, és sok-sok ember csatlakozik, és irány menjünk fölfelé, észak felé. Ehhez kapcsolódnak mindjárt az ember csempések, azt mondjuk, hogy természetesen hát mi biztosítjuk ezt, ennyibe kerül, ezt kérem előre fizetni, és akkor mi eljuttatjuk oda, hova gondoljuk. És hova juttatják, az egy más kérdés. Vagy meghalnak a tengeren. Azzal nem foglalkozik az ember csempész, hogy ki hal meg, ki nem hal meg neki. Az a lényeg, hogy a pénzt kifizessék előre. A többi az részletkérdés. Többször említettem, és én többször csipkelődtem önt azzal, hogy Mogherini azt, hogy mennyire szimpatikus ön szerint. De vajon mit tesz az Európai Unió erre a felújításra váró kontinensnek a szervezete, hogy az emberek ne fulladjanak a vízbe, vagy talán ott kéne a helyszínen a problémákat megoldani, mint azt állítja az izraeli miniszterelnök, vagy akár a magyar miniszterelnök is? Hát azért az Európai Unió részéről néhány ország, amelynek van haditengerészete, állomásoztatott hajót. Ha az Európai Unió tagországai között nézzük mondjuk Olaszországot, aki rengeteget költött arra, hogy Líbiában kapott is Magyarországtól 9 millió dollárt. Kapott több országtól, tehát 9 millió dollár az gyakorlatilag nem egy nagy pénz, az Európai Unió szinten kell nézni. Minden esetre segít. Magyarország szinten nem kevés. Magyarország szinten nem kevés, csak mondjuk ezzel nem lehet kiváltani a szolidaritás filozófiáját, amit mondjuk lehet érezni, hogy mögötte van, és ezt egész világosan megmondták a magyar vezetés részére, Brüsszelben nagy országok képviselője, hogy ez nem jelenti azt, hogy most országok képviselő nem is adtak a kerítésünkre sem egy forintot sem, holott még a szomszédos Ausztriát is megvédtük. Maradt még 3 percünk és 37 másodpercünk. Nézzük azt, hogy Kis Benedek József, a katonai atasé, az egyetemi tanár, az ember. Ilyenkor ünnepek táján segít honnan a feleségének, vagy állandóan csak elmegy otthonról és órát ad, és itt-ott nyilatkozik? Az azért ünnepek alatt nem szoktam elmenni, mert most egyébként is minden felsőoktatási intézményben vizsgaidőszak van. Tehát ez tulajdonképpen most a hallgatókra hári több feladatot is felkészülni a vizsgákra. Két ünnep között sehol nincs vizsga, be vannak zárva az egyetemek. Januárban viszont újra kezdjük, szokták mondani, tehát nyilvánvalóan január hónap az a beszámolás időszaka. Na most egy tanár részére meg ez egy kicsit a fellélegzésnek az időszaka, tehát egy kicsit fel lehet készülni arra, hogy több szabadidővel készüljünk, vagy publikációkkal, azokat azért én szoktam készíteni, vagy gondoljunk arra, hogy mi lesz februárban, mert van már olyan egyetem, aki megküldte azt, hogy februártól kezdve hol és milyen témában lesz órám. Plusz ezen kívül egy könyvírással foglalkozom pont a Közel-Kelet kapcsán, ami arról szól, hogy katonai biztonság. Katonai atasség azok is tehívő emberek általában? Vagy ők csak a fegyverekbe hisznek? Ha nem hiszem, hogy csak a fegyverek, hát azok is emberek. Tehát bármilyen furcsának néznek ki, emberek azok is. Ugyanaz az égszerelmére mondja már meg, hogy fog-e segíteni a feleségének otthon, vagy nem? Természetesen, hát nem. Ki merni azt megtenni, hogy ne segítsen. Ha azt mondják, hogy ezt kell csinálni, akkor azt kell csinálni. Van egy fiam, akinek van barátnője, de még nem nő, sőt, meg nem egy kapkodó típus ebből a szempontból, multicégnél dolgozik, de hát mondjuk már 30 fölött már ide lenne elgondolkodni ezen a témán is. Aztán van két unokám a lányomnál, akik jönnek föl 24-én reggel, és itt töltenek egy-két napot nálunk, tehát mondjuk, családi. Karácsonyfa lesz, igen, még. Még van ezzel kapcsolatban egy-két feladatom, mondjuk befaragni. Mesélni fog nekik mondjuk Nazaretről, vagy Betlehemről, vagy Jeruzsálemről? Hát lehet, hogy beszélünk róla. Mondjuk a gyerekeim voltak kint, tehát ismerik a helyszínt voltunk. Az események színhelyét. Mind a összes helyet én sokszor bejártam, hát a család is volt itt, tehát látták nyilván. És mondjuk számomra, ami a legmeghatóbb az egészben, az, hogy egy vallás hogyan tud az emberekre hatással lenni. Szóval amikor elmegy az ember Jeruzsálembe
a stációk végére, az ott lévő templomba, és ahova letették Jézus testét, ugye ott volt egy márvány. Hát fantasztikus, hogy hogyan tud teljesen, különösen azok a keresztények, akik a dél-amerikai kontinensről érkeznek. Hát, ez számomra meglepő volt. 14. Ugye? Igen. De most ez számomra meglepő volt. A másik meglepő volt Názáretben, a születés bazilikájában, mert ugye Közel-Kelet egyetlen bazilikája, nem tévedek, amikor a bauxit betonnak tűnik. Ja, ami meglepő volt az, hogy egy ünnep alkalmából voltam ott húsvétkor is, voltam ott karácsonykor is, az a rengeteg arab ruhába öltözött ember, aki kijött a bazilikából. Tehát én még ilyet nem láttam, hogy ennyi arab lett volna, és azok mind arab keresztények. Most a furcsa az volt benne, hogy amit az ember hall, hogy hogyan viselkednek a keresztényekkel számos közel-keleti országban, mondjuk Izraelben ezt nem tapasztalta. Mert nagyon korrekt módon megoldották azt, amikor az arabok Názáretben a születéstemplom mellé próbáltak egy mecsetet építeni, és azt mondták, hogy ez szent hely. Azt mondta az izraeli, hogy ja, nagyobb lesz a mecset, mint a Angyal Üdvözlet bazilikája, akkor az izraeli kormány azt mondta, hogy nem engedélyezte, és a mai napig nem állott semmiféle nagyobb mecset. Hát sátor van, ott lehet imádkozni, de ezzel csak azt akarom példálózni, hogy egy állami fellépés az nagyon lényeges ebben a kérdésben. Tehát gyakorlatilag a vallások között van egy közömbösítő szerepe. Mint ahogy például Al-Sisi elment ugye az Al-Azhar Egyetemre, és elmondta azt az imámoknak, hogy uraimoknak nagyon nagy a felelősségük. Nem jellemző, hogy közel-keleti vezető elmenjen egy egyház létesítményében, és elmondja a véleményét. Az elmúlt fél órában Kisbenedek Józseffel, egy katonai attaséval, egyetemi tanárral beszélgettünk, évet zártunk a közel-keletről. Úgy tűnik, hogy az elkövetkező években sem lesz béke az olajfák tövében, de azért csak kiderült a végére, ugyan a katonai szakértő, az egyetemi tanár Mogherini asszony híve, de kiderült, hogy így is lehet. Mi az, hogy így is lehet? Úgy is lehet, hogy a zsidók gondoskodnak a keresztényekről, és nem engednek a születés bazilikája mellé hatalmas mecseteket építeni. Így is lehet. Létezik még vallásszabadság. Ezek szerint most lehet, hogy megint szubjektív leszek. A Közel-Kelet egyetlen demokratikus országában, Izraelben tényleg van vallásszabadság. Nagyon kellemes ünnepeket, békés, boldog polgári új esztendőt kívánok önnek is és kedves családjának, és most ön is megteheti ezt. Itt van Jákob, a mi robotkameránk. Szóljon a nézőinkhez, van rá egy perce. Ha csak egy percem van, az nagyon kevés, de mindenképpen megragadom arra, hogy boldog Hanukkát kívánjak azoknak, akik ezt a napot ünnepelnek, illetve minden 8 napot, és ezen kívül, hát akik keresztények, vagy más vallásra tartozók, békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és januárban visszavárjuk. Eddig tartott évértékelésünk Kisbenedek Józseffel. Most előzetesek, aztán majd jövünk vissza a viszontlátásra.